Na haló Isti, mi a helyzi? Hallasz? Nem. Isti? Ha nem hallasz? Nem. Akkor menj haza a faszba. Csak följön. Nem kell. Ja? Másik irány. Így? Isti? Tatán találkozunk február 10. Ja, ez nem az a nap. Megyen? Nem megy. Akkor jó. Szóljál, megyen. Megy. Megy? Hova megy? Nem tudom, hova megy. Szavaztok, mi a helyzet? Megint csövesbe, szigorúan. Hát, ha itt adnak egy kis aprót erre az alfára, tudod? Jatt. Na mindegy is, hoztam nektek egy olasz pacekot, a szegények Ferrariát elhoztam nektek. Ez egy Alfa Romeo 156, 2005-ös, azt hiszem. Igen, 2005-ös. Faceliftes. Amit tudni kell az öcskösünkről, ő egy 1.9 JTDM, 16 szelepes, 150 lovas, ami nagyon pacek. Azt nem tudjuk, hogy hány newton, mert az kit érdekel. Menjen, az kész. Azt érezni kell a többit, nem? De benézhetünk a motortérbe is, de szerintem tiszta retek, de nézzünk be. Nem az számít, mi van benne, csak nézzünk be. Van benne egy pacek. Mi van benne? Bőrbelső. Az meg itt szétpumpálja a gáz mögöttünk. Jöjjön közelebb a kamerásunk. Várjam, ez... Ez ilyen nehezen nyílik ki, állítgatni kell jobbra-balra. Kis buzi. Hát akkor most nem nézünk be a motortérbe. Na? Oké. Sikerült fél órával később kinyitni. Látható a 16V, ami 1.9. De, 1.9. Sose volt az. Ez 1.9 Bré TDI. Milyen Bré? Ja, mi? 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 Bré TDI. Milyen Bré? Nagy Bré. Igen? Ja. És nagyon komoly a szecska. Van benne egy szép kullercső, ami a szürkéből van. Az egy nagyon drága kullercső. Az alfások vegyék meg, mert jobb, mint a gyári. Mert a gyári egy műanyag szar is, egy forintot nem ér. Röviden tömrön ennyi, de nézzük is körbe, ezt le is csukom, mert már nem kell. Fél óra szenvedés után csak ennyi. Az jó nagy ott szólt. Nézzük hát körbe. Nézzünk belsőnek a belsejébe. Elméletileg a felszereltség az Giugiaro. Ami nagyon Micsoda? Komoly. Giugiaro. Mi? Hát ilyen pizzásan, tudod. Emlékezni a régi videóra. Valahogy Giugiaro? Vagy valahogy így? Emlékszem. Majd bevágjuk. Valami, nem is tudom mi lehet, Giugiaro vagy. Hogy hívják őt? Ne itt ezt a feliratot? Nem látom azt a baj, Domi. Menjél már fel a szemeget. Giugiaro. Olaszosan? Olaszosan? Mozzarella? Nem megy, sajnos. Giugiaro? Azért patika, csak vannak kis sebei. Mert egyébként nem rossz belsője van, csak hát van pár problémája. Mert szép ajszínű. Jó van ez így. Nézzük meg a hátulját. Az a bomba. A rendőrök nem szeretik a fekete lámpákat, mert utána a seggem lesz fekete, miután a lámpa le lett nyomva átlátszóra. Úgyhogy vigyázni kell. Hát, gyári. Az egy kis kályhacső. Egy nyitott rendszer van alatta, teli nyitott. Úgyhogy van egy kisebb hangja. Egy 60-as nyitott rendszer van alatta. De a katalizmus nyitott rendszer. Mi? Gyári. Szöggyári, uram. Tényleg? Aha. Forgálni van? Hogyne lenne beírva. Gyere, beírom. Gyere. Gyere közelebb. Meghallgatjuk? Lehet. Csak kéne valami kézifék. Keressetek már egy kis kockát, vagy valamit. Keresd már egy kis shoulder, Domi. Oho! De jó vagy!
Valaki? Támasz ki. Nem kell alárugni, hadd guruljon rá. Csak ez alfa betegség, hogy beszorul a kilincs. Beszorul be? Kilincs itt. Ez beszorul, mert egy szemét. Mutatni még egyszer? Tergése. De az már csak a kisegér miatt van, mert itt kostálja az égszíjunkat, meg a vezérműszíjunkat. Hát de jó étvágyat neki, én nem sajnálom tőle. Belülről mi a hangja van? Belülről nem hallani semmit. Belülről kusba van. Csak itt nézem közben, mit irogat. Úgyhogy röviden tömören ennyi. Lesznek még kis módosítások rajta, kap egy chip tuningot is. Majd utána is lövünk egy videót. Meg szürkéről, vagy arról. A szürkéről is csinálunk majd egy videót, mert az meg már meg lett csinálva. Az ugyanígy néz ki, ugyanilyen efel. Csak hát még nincs teljesen megcsinálva, mert itt el van törve a lökhárító, meg a túloldalt is, úgyhogy van vele gond. Meg még van egy kis pár baj, még színes, röviden. De hát ez még látszik. Mit? Ez még a régi videóban is az. Ja. Úgyhogy röviden tömören ennyi erről a kocsiról. De mehetünk vele egyet. Megyünk egyet a szecskával. Csak beöveljük magunkat, mert az életmentő is tényleg az. Be vagy övelve? Én be. Csak rossz benne egy pár motortartóknak. Mind a három. És kicsit leszek a belsején. Kisegér. Pizza. Ha nem viccel, dolgozok sokszor pizzériában. Hát mert olasz vagyok. Csak az ilyen emberekkel ki van az életben. 40-nál megyünk, 50-es zónába. Tapsoljuk meg ezt a külföldi vadállatot. Hopp! Nyugi! Lát. Ezt figyelni kell, mert megvadul a kocsi is. Ő menni akar. Most nem lehet visszafogni valakit, ha menni akar. Ezt meg kell érteni. És értékelni is kell. Sebességes. Nagyon kapott. Az a baj, nagy szél van menet közben. Úgy megy, mint a rakéta. De még nem az igazi, mert van egy-két probléma vele, mert turbohívás volt. És volt olyan probléma is, hogy a kipofogóba került egy kis olaj. Az annyira nem tetszett a Verdának, mert amikor megcsináltuk, mentünk utána, 3000 négy dadogott, és így sziklárat köpött ki. Az nagyon kemény volt. Itt szokott 8 szavicsban. Volt. Szólt. És hogy vigyázni kell vele az ilyen dolgokkal, hogy a kipofogóba kerül egy kis olaj, mert pikpak hamar el a sziklát csak. Szigorúan 2000-nél el kell egyébként váltani a jó fogyasztásért, menni meg majd 2000-nél is. Úgyhogy nagyon jó kis hét. Vágunk egy 6-ost, de úgyis lesznek negatív emberek. Ó, csöves alfa, bújjatok el, mert megkeresünk. Nem igaz, szeretjük az embereket. De majd visszatérünk a Santival is, csak ahhoz sok pénz kell. Ami jelenleg nincs. Van csak az Istének, ő meg Soher. Mi soda? Soher. Ki? Kajára költi állandóan. És ki eszik? Én nem.
Nem? Hát nézd már, hogy le vagyok fogyó ember. Amióta dolgozok, jól élsz. Köszönöm szépen. Nem, csak én az öcséd is. Fölösszettettek vagy 10 kilót? Hát jó, egy öcsi beszaladt. Ketten. Ketten. De én nem úgyis ilyen vékony voltam, csak az ami szedett fő kilót. Mióta veletek barátkozok, azóta csak fogyok. Várj, ezt kisipuljuk. Na kérem szépen, ugye miután meg lesz csinálva, meg lesz chipszölve, megkapja itt a csata chipet, hogy ne csak 150 horsepower legyen, hanem több, egy 180-nak már az érülnénk, de majd fater megmondja, hogy mennyi lesz. Aztán utána mi lesz még? Szerintem kap nagyobb kerekeket is egyébként, egy 17-est, ha nem kap, akkor hazudtam. Én tennék rá egy ültetést is, de hát azt már nem nagyon szeretik itt a kékek. Fekete lámpák miatt is izé van, faszolás. De hát valamiért meg kell magunkat büntetni. Az a baj, rakunk alá egy ültetést, engem is leültetnek. Nem tudunk, hogy hevesen bekanyarodni. Úgyhogy ezek mennek. De egyébként már mondtuk? Ja, már mondtuk. Aki kipattan a fejéből, hogy egy szakadt Suzuki-ról akar csinálni videót, dobjon egy üzit. Nagyon szívesen válaszolunk. De mindig ott van egyébként az Instánk, leírásban. Kéne a kézifékben, tehát már éked már ki a kocsit. Igen, jó van. Ott van a Instánk a... Hol van? Leírásban. Leírásban, abban. És ott lehet írni, kinek kipattan a fejéből. Nézd meg, kézit behúzza. Oda teszi a kézit, kicsit előrébb, hopp, és már ki is van ékelve a kocsi. Na szálljunk ki. Sajó, Domi meleg? Dobj egy lájkot a kamerának. Hú, de meleg vagy, Domi, basszony. Szállj már ki amúgy a kocsiból. Haló, fasz, az én vagyok. Köszönjük szépen. Hát jó volt. Hol is tartottunk? Nem ott. Ja, ott tartottunk egyébként, hogyha valakinek kipattan. Na, az egy komoly szecska. Az komoly. Ott az. Ha valakinek kipattanna a fejéből egyébként, hogy dobjunk a szekeré egy videózást, megpróbálunk elgurulni odáig, aztán dobhatunk róla, vagy jöttök ti, vagy megyünk mi, vagy félúton talizunk. Én adnám amúgy. Mi van, te mit nézel? Így ismertünk meg egy embert, és mai napig tartjuk a kapcsolatot. A Domi, melyik tudál? Melyik ilyen bevállalós? Úgyhogy mára ennyi, könnyes búcsút veszünk. Most nem tudunk poénkodni, mert hideg van, ennyire. Na mindegy, annyi. Olyan hideg van, Isti. Ú, baszki, az baj. Most már értem a kórházi dolgozókat, mi is írnak. Állandóan 40 fokos szobában, mínusz 40 fok van. De írd neki, figyeld, menj neki! Szerintem az neki ment amúgy. Na mindegy. Nem sokára tali, kész lesz a szecska, az enyém, ez is. Utána jövünk. Addig is. Tatán találkozunk február 10. Isten veletek. Sziasztok. Csumi. Ja, várjatok, ez lemaradt. Bocs már. Egy kicsit elszoktam azért a kamerától. Ezt elfelejtettem. Na, Csumi. Isten veletek. Hello. Na, milyen? Hello.